Kezdhetem? Azt szoktam mondani, hogy színészet személyes élmény nélkül nincs. Ha nincs sorsa, nincs élete, nincs belső vihar, akkor nem tud, mit játszik el. A szakmát, hát a szakmát nem lehet eljátszani. Na most ő nagyon gazdagon tudta azt fölvinni a színpadra, amit az életbe átélt. Ez a színészet, ez a pillanat művészete. És amikor a pillanat elszáll, akkor ezt se én, ezt Jászai Mari mondta még akkor, hogy amikor a színész kilép a színpadról, az már csak olyan, mint a tavalyi felhő. Na most, hát ezt én nagyon-nagyon megjegyeztem, és legalább magam számára szerettem volna ezt nagyon fixen úgy intézni, hogy az embernek ember által való ábrázolása. Ezt én csak később tudtam jóval később így megfogalmazni magamnak. Csak mindig éreztem, hogy valami kevés. És akkor elkezdtem felsorolni magam, és az meg sok lett. Tehát az a mérce, hogy mi mettől meddig, hogy alakulhat ki. Na most, ez lehet, hogy csak az én, de mondom, a hasonló felfogású színész mondja, én azt mondom, hogy ez az embernek ember által való ábrázolása elindul itt, az agyba, azt le kell engedni a szívbe, és utána itt megfogalmazni. És az jön ki, na most ennek az egységét megtalálni, az nagyon nehéz. Tehát abba se hiszek, hogy örökké zokogni kell, és tisztelet a kivétel, valami kollégám, aki előállítja ezt a... Most úgy átélem, hogy... Hú! Az, bocsánat, lepke kaki. És az nem érdekel. És nem kell mindenáron sírni, akkor kell sírni, amikor az, ennek az egysége megvan, és akkor érdekes módon olyan csönd lesz, különben is az egy mérvadó, hogy mikor van csönd a nézőtéren. Nem tudom, ez ilyen közhelynek tűnik, tehát hogy valaki bejön, tudja a mesterségét, és tolja, hát nem tudom, hogy mondjam, és amíg ott van, akkor igaz a dolga, és örömét leli benne. Tehát nagyon kevés ilyen színész találta utána, aki örömét leli abban, amit csinál. Tehát nem szenvedésből csinálja, vagy kínlódásból, vagy üzembiztonságból, vagy a pénzért. Tehát úgy csináltak semmi pénzt, nulla fizetés volt. Nem, hogy ez valami élvezete van, élvezetét leli benne. És ha neki öröme van, akkor másnak is öröme van. Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő. Fellép, és lelép. Mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnal alszú táskás nebuló, csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, s búzsdal zenkedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakálú katona, cifras szitkok, kényes becsület, robbanó dük, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerekpotrok, szigorú szem és jól ápolt szakáll.
bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Az övében erszény, aszott szombjain tágan lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye fura és gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, se fog, se szem, se így, tönkre menni. A mai napig, hogyha el akarok menni valahova, hát majd egy fél órával előbb kell elindulnom, mert annyian beszélgettünk, és mindenféléről kérdeznek, és én ennek örülök. Csókolom. Először furcsálottam, de most már nagyon megértem, és hogy mondjam, neki látja a botomat, hát már régóta botos vagyok, meg hát többször voltam a klinikán, meg mit tudom, hogy hogy vagyok. Hát és akkor én elmondom, hogy most már egész jól vagyok, még akkor is, ha nem, de hogy jó vagyok, és mikor játszom, hát mondom, még úgy néz ki, hogy játszom egy kicsit, és hát és szeretik, és én is szeretem, ha szeretnek.